Lórugás egy nagyon jó gyakorlat, mert a különleges karpozíció a révén nagyon jól megdolgoztatja a tricepsünket. A gyakorlathoz nem kellenek nagy súlyok, kisméretű súlyzó és nagyon hatásosan végezhet ez a gyakorlat. Dőljünk előre, nagyjából vízszintes derékkal, kezdő pozícióban, legyen derékszögben a karunk, az alkarunk függőleges, és innen fogjuk hátratolni a súlyt. Közben fújjuk ki a levegőt, majd a felső oldpontot feszítsük meg egy másodpercig, és innen kontrolláltan engedjük vissza. Próbáljunk mindig a karunk hátsó részére koncentrálni, érezzük, hogy a tricepsünkkel dolgozunk, ne rángassuk a súlyt, végig egyenletes tempóban dolgozzunk, kontrolláltam. Amikor megfeszítjük a tricepsünket, felemeljük a súlyt, akkor fújjuk ki a levegőt. És ne beszéljünk itt én. Ha elvégeztük a gyakorlatot, nem szükséges pihenőt tartani, hiszen amíg az egyik karunk pihen, addig a másikat dolgoztatjuk. Az ismétlésszám ajánlottam 10 és 20 között.